igazi áttörést azt a Raga 2-nek a videóklipje jelentette. Annyi volt a rövid sztoria, hogy forgattunk egy rendes videóklipet, amit Super 8-as technikával forgattunk filmre, és a Svájcba kellett előhívni, blabla, idő volt, stb., és kezdtünk kicsúszni a szezonból, és ezért úgy gondoltuk, hogy akkor csinálunk egy ilyen hukot, hogy az akkori Z Plus televízió számára forgatunk egy ilyen special edition videóklipet, ami úgy nézett ki, hogy bementünk a kispesti tévébe, ott volt 3 kamera, vagy 4, már nem emlékszem, felraktuk a cuccot, és akkor hát akkor szabaduljunk meg a textiltől, akkor ezt mesztelenül csináljuk meg, mert hogy az mennyire jó poén. És akkor ledobtuk a textilt, az operatőrök azok teljesen nem hitték el, amit látnak, és akkor ebből lett egy videoklip, de mi ezt csak egy poénnak szántuk. És ez annyira bejött, annyira durva lett ez a botrányos része, mert hogy ilyet akkor még nem csinált itthon senki, hogy például televíziós társaságok kerestek meg úgy minket, hogy kifizetnek mindent, csak játsszuk el még egyszer, hogy ők ezt föl tudják meg. Mondtuk, hogy nem, ez egy egyedi és megismételhetetlen dolog volt. Minket a menedzsment és a kiadó úgy apostrofált, hogy tényleg mi is ilyen jó fiúk vagyunk, egy ilyen boyband, akik össze vannak válogatva, stb. És ezt mi tényleg egy markáns, egyenes vonallal áthúztuk, és ebből lett egy ilyen teeny rock band, ilyen botrányzenekar, stb. És nagyon sokan voltak, vagy nagyon sokan lettek ránk hirtelen kíváncsiak, és ezt a bizonyos mesztelenkedős dolgot, ezt egyetlen egyszer elő is adtuk élőbe. Éjjel-nappal az iszapürdőnek hódolok. És rájöttem, hogy a befagyott víz vidám dolog, mert fölöttem a jégen sok fazon padlót fogott. Ahhoz képest, hogy eléggé eklektikus volt már akkor is a mi stílusunk, az koncepció volt, hogy csak olyanba nyúlunk bele, olyan zenei stílusba, vagy olyan hangulatba, vagy szövegbe, vagy bármibe, amihez kedvünk van. Ha skát vagy regis dolgokat akartunk csinálni, akkor azt csináltunk, hogyha kőkemény ilyen metálos dolgokat, akkor azt, hogyha nem tudom, valami latinos beütésű, vagy lassú dal, vagy valami, akkor azt csináltuk. Tehát az eklektika, az kívülről kinézhetett úgy, mintha ez nem egy ilyen tudatos dolog lenne, hanem csak ahogy esik, úgy puffan, de ez mégis egy ilyen kőkemény megtervezett koncepció által haladott, és folyamatosan ki voltak tűzdelve a zászlók, és mindig az volt a cél, hogy elérjük a következőt, és amikor már én magam részéről mindig is úgy voltam vele, hogy még mielőtt elérném azt az adott kitűzött célt, én már a következőre koncentrálok. Hazudom, minden szavam, feladom, hazudom, tagadom, a hazugság cseppjét többé nem iszom. Az életem bármi is jön, újra élhetem, feketén-fehéren képzelem, és nem látok színeket már legalább. Az első komolyabb tagcserénk az a Pepének a kiválása volt 2002-ben. Eléggé kihasznált a rock and roll által nyújtott lehetőségeket, és nagyon hitt a szabad szerelembe. Az ő második felesége már nem annyira. És hát ezért egy kicsit így berántotta nála a féket, és megmondta, hogy választhat, vagy család, vagy rock and roll. És a Peti ezt próbálta egy ideig balanszírozni, de hát sosem ment neki, és ezért ő azt mondta, hogy akkor inkább belekényszerült egy olyan helyzetbe, hogy mégis ugye a második gyereke született akkor, tehát hogy akkor ezért kiszáll. És azt nehezen tudtuk feldolgozni, mert hihetetlen
lépcsőfokokat tudtunk átlépni a karrierünkbe, és egyre följebb és feljebb jutni, és abban az időben ez nagyon működött az, amit a Peti művelt. A Peti nem volt egy kifejezetten technikailag tehetséges énekes, mégis annyira szuggesszív volt, és mégis annyira lehengerülő ereje volt a koncerteken, hogy hihetetlen tömegeket tudott mozgatni. Így az ő helyettesítésén nagyon sokat gondolkoztunk, hogy tudnánk, kivel tudnánk pótolni, hogy az ne legyen minőségi vagy szakmai visszaesés. És akkor úgy gondoltuk, hogy ezt egyféleképpen húzhatjuk ki a dolog méregfogát, hogyha egy női énekest váltunk. És akkor nagyon sokáig nézelődtünk, hogy ki lehetne, tartottunk castingokat, stb. És az érdekes az volt, hogy a casting utolsó ember, amikor már tényleg egy kicsit így már kezdtük feladni, hogy nem találunk olyan embert, akire mi gondoltunk, az volt az ERA. És az ERA-ban nagyjából megvolt az a fajta vamp őrület, ami mondjuk a Petibe is, de mégis nő volt. Az első koncerten, ahol az ERA állt fönn, ugye addig nálunk az volt, hogy az első 8 sor az mind lány, és a fiúk utána jöttek. És ahogy kimentünk, és kilépett az ERA, a döbbenet, és a második dalnál kicserélődött a közönség. A legnagyobb turné, legnagyobb hajtása közepette egyszer egy koncert előtt, valamelyik fesztiválra utaztunk épp, és egy benzinkúton közölte velem, hogy hát ő kiszáll. Az egy sok volt egyébként, tehát hogy az nagyon sokkos volt, ráadásul az a koncert igen-igen jól sikerült, és aztán utána a társaság nagy része az a sárga földig sikerült leinni a magát, és ott is elgondolkoztunk azon, hogy oké, akkor most hogyan tovább, akkor kit? És nagyon gyorsan rájöttünk arra, hogy akkor, hogy ezt a dolgot szinten tudjuk tartani, és ismét ne legyen belőle visszalépés, akkor egy ismertebb embert kell bevennünk. És akkor nagyon sok ismert énekes jött ide, a próbaterembe, hogy kipróbáljuk. És fontos volt számunkra az, hogy tudunk együtt dolgozni, hogy tud ő a színpadon funkcionálni, hogy tudunk együtt, mint egy zenekar funkcionálni, és emberileg milyen. Mert az emberi tényező az legalább annyira fontos, és akkor így találtuk meg a Hennyt.